Továbbra is nagy erőkkel keresik a verőcei hajó baleset eltűntjeit, egyre kisebb a túlélés esélye. Meghalt az iráni elnök egy helikopterbalesetben, szakértők szerint ez egy újabb háborús veszélyforrást jelenthet a Közel-Keleten. A határvédelemről szól a Jó Világ harmadik része, a közmédia külpolitikai háttérműsora, a 7:30-as híradó után kezdődik az M1-en. Pünköst hétfő van, az egyház ma a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Továbbra is nagy erőkkel keresik a szombat éjszakai dunai hajóbaleset eltűntjeit. 5 embert keresnek, és Verőcétől délre a folyó teljes magyarországi szakaszát átkutatják. A kutatásban több százan vesznek részt. A balesetben egy motorcsónak és egy szállodahajó ütközött össze. A motorcsónakban 8-an utaztak, akik közül egy férfi súlyos sérülésekkel kijutott a partra, 2 embernek pedig a holttestét találták meg. Darabokban hozták partra a motorcsónak maradványait, amely szombat este ütközött össze egy szállodahajóval a Dunán Verőcénél. A roncsokat az újpesti kikötőbe vontatták. A kis hajón 8-an utaztak, akik közül egy olasz férfi súlyos sérülésekkel kijutott a partra, ott kért segítséget. 2 ember holttestét vasárnap megtalálták, további 5 embert azóta is keresnek. A kutatásban több százan vesznek részt, Verőcétől délre a folyó teljes magyarországi szakaszát átvizsgálják. A szakemberek munkáját búvárok, drónok és hőkamerák is segítik. Most már inkább áldozatok kereséséről szól ez a nagymértékű kutatás. Balázs László, a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat vezetője az M1-en azt mondta, a túlélő és az áldozatok sebesüléseiből is arra lehet következtetni, hogy az ütközés nagyon nagy erejű volt. Nagyon nehéz bármit is mondani arról, hogy valójában a Duna vagy a hideg víz milyen hatással van egyébként az esetleges túlélőkre, nem segít értelemszerűen, illetve hogyha valósággá válik az, hogy ezzel a szállodahajóval ütközött, ugye, amit most már tényként tudunk kezelni, akkor elképzelhető, hogy ez a Dunának a közép részén, tehát a folyam kellős közepén történt, és onnan azért az esetleges sérült, de túlélőnek a kijutása az nem egy egyszerű feladat. Sajtóinformációk szerint a motorcsónakban 18 és 40 év közötti fiatalok voltak, akik korábban egy fesztiválról indultak el Dunakeszi környékéről. A hajóbaleset legfrissebb fejleményeiről nemrég tartott tájékoztatót a rendőrség. A Teve utcai rendőrpalotánál van tudósítónk Cserei Judit, őt kapcsoljuk most. Mit mondtak, Judit? Szervusz, ez így van, ahogy elmondtad a felvezetőben is. Pár perccel ezelőtt nyilatkozott az M1-nek Csicsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányságnak a szóvivője. 2 fontos dolgot mondott a mai nappal kapcsolatban. Az egyik, ami a vágott összeállításban is elhangzott, hogy továbbra is azt az 5 eltűnt személyt, akik ugye a kisgép hajón tartózkodtak szombat éjszaka, keresik, de már nem csak a verőcei térségben, hanem a Dunának a délebre eső szakaszain is. Egyébként itt tőlünk nem messze az Árpád híd környékén is. A budapesti rendőrfőkapitányság mindezt a társszervekkel együtt, tehát az országos katasztrófa védelemmel, a készenléti rendőrséggel és a Pest vármegyei kutatómentőszolgálattal teszi. Azt is elmondta a szóvivő, hogy mintegy 24 hajóval közel 70 ember végzi a kutatást, és nem csak egyébként szárazföldön és vízen, hanem a levegőben is teszik mindezt. A másik pedig, amit elmondtak, hogy a RFK, tehát a budapesti rendőrfőkapitányság a nagy szállodahajónak a kapitányát több ember halálát eredményező segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatta ki és őrizetbe vette. Ugye ez a nagy szállodahajó, ez Komáromnál állomásozott, úgy tudjuk egyébként, hogy ennek a szemléje a rendőrség részéről már a tegnapi nap folyamán befejeződött, és a kisgép hajót pedig, ahogy az el is hangzott korábban, valóban az újpesti öbölbe száll illetve a roncsait, mert ugye ezt látható volt, hogy komoly károk keletkeztek ezen a hajón. Ezek tehát itt most a legfrissebbek innen Budapestről. Cserei Judit, köszönjük szépen!
A hajóbaleset eltűntjeit földről, vízből és levegőből is keresik. Kapcsolunk Dunakeszire, ott van tudósítónk, Huszák Nemes Zsuzsanna. Hogyan zajlik a keresés? Jó napot kívánok! Eddig mi Berőcén voltunk, azon a bázison, ahol a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat, valamint a rendőrség munkatársai állomásoznak. Ők tartják a kapcsolatot azokkal a kutatóhajókkal, akik a vízen vannak. Hozzájuk fut be gyakorlatilag minden friss információ itt a Dunának ezen a szakaszáról. Itt láttunk egyébként két kutatómentőhajót is, amikor ott voltunk, akik pont kikötöttek, felvették az ellátmányukat, és szinte azonnal mentek vissza, ültek vissza a hajóba, és mentek, folytatták a kutatást. Tegnap óta valóban nagy erőkkel keresik azt az öt eltűnt személyt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több mint 300-an kutattak a tegnapi napon, és a mai napon is legalább ennyien vannak már hajnal óta. Ebből beletartoznak a hivatásos szervek, az önkéntes mentővetségek, az önkéntes tűzoltók, polgárőrök és számos önkéntes szervezet is. Jelenleg is a vízen van rengeteg keresőhajó, és nem csak a vízen, hanem ahogy Judit is elmondta, a szárazföldön, valamint a levegőben is történik a keresés. Mi például ma már többször láttunk a Duna felett rendőrségi helikoptert. Már a folyó hosszabb szakaszára kiterjesztették a keresést, viszont nehezíti a kutatást az, hogy nagyon magas most a Duna vízállása. A mentőcsoportok folyamatos váltásban vannak, mert nagyon megterhelő több órát kint lenni a vízen. Ugye azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon meleg van, tehát a vízen még jobban éri őket a nap. Úgyhogy folyamatosan cserélődnek ezek a mentőcsoportok. A kutatás viszont nem áll meg, egész nap folyamatos, és nagy erőkkel keresik továbbra is az eltűnteket. Huszák Nemes Zsuzsanna, neked is köszönjük szépen! Meghalt Ebrahim Raisi, iráni elnök és az ország külügyminisztere. Az őket szállító helikopter tegnap este lezuhant és kigyulladt egy hegyvidéki területen. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Helyi szakértők szerint az iráni elnök halála politikai vákumot, ezzel együtt pedig bizonytalanságot hagy maga után, aminek külpolitikai következményei is lehetnek. Iránban gyászolókkal teltek meg a mecsetek, és számos ország vezetése részvétet nyilvánított. De gyászolja az iráni elnököt a Hamász terrorszervezet is. Elemzők szerint Ebrahim Raisi halála újabb háborús veszélyforrás lehet, mert tovább nőhet az Irán és Izrael közötti feszültség. Hordágyon szállítottak el egy holttestet az iráni Vörös Félhold segélyszervezet tagjai a helikopter roncsaitól. A mentési munkálatot, ahogy korábban a kutatást is, nehezítette a hegyvidéki terep és a sűrű köd. A vasárnap lezuhant jármű elszenesedett darabjait csak hétfő reggelre találták meg a mentőcsapatok. A hivatalos jelentések szerint a helikopter egyetlen utasa sem maradt életben, így a halottak között van az iráni elnök is. Pontosan ott állok, ahol Ebrahim Raisi helikopterre lezuhant. Mint tudják, vasárnap egy gát felavatása után az azeri határtól visszafelé tartottak Tebrizbe, amikor az incidens történt a ködös időjárás és az esőzés miatt, számolt be az iráni állami televízió riportere. A helikopteren utazott továbbá Irán külügyminisztere és Kelet-Azerbajdzsán tartomány vezetői is. Az esetet senki sem élte túl, a holttestek azonosítása még tart. A hatóságok pedig még vizsgálják, hogy pontosan miért zuhant le a jármű. Szakértők szerint az iráni elnök halála politikai vákumot, ezzel együtt pedig bizonytalanságot hagy maga után. Ebrahim Raisi volt a legfelsőbb vezető pozíciójának egyik legesélyesebb várományosa. Iránban most az a nagy kérdés, hogy mi történik, ha most 85 éves Hamenei Ajatollah meghal. Ki lesz a következő legfőbb vezető? Az egyik fő esélyes erre Ebrahim Raisi volt. Ha ő kikerül a képből, annak komoly jelentősége lehet. Magyarázta az iráni politika egyik szakértője. Az iráni törvények értelmében az elnök halála esetén az első alelnök, ez esetben Mohamed Mokber veszi át az államfői teendőket, akinek 50 napon belül választásokat kell kiírnia. Innentől kezdve várható, hogy elindul egy olyan belpolitikai instabilitás, amelynek sokszor külpolitikai hatásai is szoktak lenni. A vezetőváltás akár Irán külpolitikáját is átformálhatja, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója szerint. Sonkuti Bálint kiemelte, hogy bár minden jel arra utal, hogy baleset történt, nem biztos, hogy ezt a magyarázatot az iráni vezetés is elfogadja. Közeli napokban az lesz az egyik legfontosabb kérdése, hogy melyik narratívát lesz hajlandó elfogadni az iráni közvélemény, melyik narratívát akarja az iráni vezetés
erőltetni, vagy az előtérbe helyezni. Úgyhogy valószínűleg attól függ majd, hogy a nemzetközi helyzet, hogy a közmondás mondja, fokozódik-e vagy sem, hogy az iráni vezetésnek melyik narratíva, melyik magyarázat lesz a legkézenfekvőbb. Iránban gyászolókkal teltek meg a mecsetek, és számos ország vezetése részvételt nyilvánított Ebrahim Raisi halála miatt. De gyászolja az iráni elnök halálát a libanoni Hezbollah, a jemeni huszi lázadók, valamint a Hamász terror szervezet is. Azonban Iránnak nem csak a közel-keleti síta lázadókra és dzsihadistákra van befolyása, az ország maga is komoly katonai erőt képvisel. Illejárnak például a dróngyártásban és a rakéták fejlesztésében, bár Teherán kitart amellett, hogy nukleáris programja nem fegyverkezést, hanem kizárólag polgári célokat szolgál, egyes elemzők szerint már csak karnyújtásnyira vannak egy atombomba megépítésétől. Franciaország is engedélyezni, hogy Ukrajna oroszországi célpontok ellen vesse be azokat a fegyvereket, amelyeket Párizstól kapott. Legalábbis a Nemzetgyűlés egyik magasrangú politikusa ezt akarja elérni. Eddig példátlan folyamatok indultak meg nyugaton, ugyanis a britek és a lettek már nem tiltják, Washington pedig kétértelmű kijelentést tett a nyugati fegyverek oroszországi bevetéséről. Szakértők szerint a háborúpárti nyugati politikusok egész Európát veszélybe sodorják a meggondolatlan nyilatkozataikkal és lépéseikkel. A francia nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnöke közleményben szólította fel Franciaországot, hogy ne tiltsa meg többé Kijevnek, hogy a nyugati fegyverekkel csapást mérjen Oroszországra. Jean-Louis Bourlain szerint ez egy teljesen legitim lépés lenne, mert véget vetne az Oroszország és Ukrajna közötti elfogadhatatlan katonai aránytalanságoknak. A liberális politikus szerint Moszkvát is támogatják a szövetségesei, így jogos lenne, ha Franciaország is változtatna a tiltáson. Május elején az Egyesült Királyság külügyminisztere David Cameron kijevi látogatásán jelentette ki, Ukrajnának joga van a London által biztosított fegyverzettel orosz területen lévő célpontokra csapást mérni. Az amerikai fegyverek bevetését Oroszország területén pedig úgy tiltották meg, hogy kvázi engedélyezték. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter ugyanis a múlt héten Kijevben azt mondta, a végső döntés Ukrajnáé. Nem bátorítottuk vagy tettük lehetővé az Ukrajnán kívüli csapásokat, de végső soron Ukrajnának magának kell döntenie arról, hogy miként vezeti ezt a háborút, mondta Anthony Blinken. Lettország külügyminisztere is arról beszélt, Ukrajna engedélyt kapott arra, hogy egyes nyugati partnereitől kapott fegyverekkel csapást mérjen Oroszország területére. A politikus nem részletezte, mely országokra utal. Szakértők szerint a nyugati fegyverek bevetése oroszországi célpontok ellen azzal a kockázattal jár, hogy Moszkva a fegyvereket szállító országokra is hadba lépő félként tekinthet. Vagyis a britek, az amerikaiak, a franciák és a lettek is a háború részeseivé, illetve célponttá válnak. A NATO pedig egy Ukrajna missziót tervez, ami katonai kiképzést és a fegyverszállítások koordinációját is magába foglalná. Sőt, az Észak-Atlanti Szövetség 5 év alatt 100 milliárd dollárt is belepumpálna a háborúba. Németország pedig a nagy hatótávolságú rakétarendszerek mellett pénzt is küldene Kijevnek. Berlin idén 7,1 milliárd euró katonai segélyt adott Ukrajnának, ami már szinte elfogyott. Ezért további 3,8 milliárd eurót küldene Boris Pistorius német védelmi miniszter, és a pénzből fegyvert és lőszert vásárolhatna Ukrajna. A nyugat itt tulajdonképpen a vörös vonalak átlépésével játszik már. A magyar nemzet külpolitikai szerkesztője szerint a háborúpárti politikusok egész Európát veszélybe sodorhatják Oroszország fenyegetésével. Dóce Edith Krisztina arról beszélt, a nyugat elbizakodott és nem veszi komolyan Moszkva figyelmeztetéseit. Hasonló forgatókönyvet láthatunk, mint amit anno az orosz-ukrán háború kitörése előtt láttunk hónapokkal. Tehát akkor is már 2021 őszén már elkezdtek gyülekezni az orosz csapatok a határon. Ezt egyébként nem vették sokan komolyan, beleértve például az ukránokat sem. És én most megint valami hasonlót látok kibontakozni Ukrajnában, tehát hogyha értelemszerűen, hogyha fenyegetik Oroszország biztonságát, arra Oroszország egészen erőteljesen fog majd reagálni. Dóce Edith Krisztina hozzátette, a háború befejezését nem a fegyverek, hanem a fegyverszünet és a béketárgyalások hozhatnák el, ezért bízik abban, hogy a magyar kormány békepárti álláspontja a többi országra is hatással lesz.
szinte elnéptelenedtek az ukrán városok utcái az új mozgósítási törvény életbe lépése után. A 18 és 60 év közötti hat köteles korú férfiak közül ugyanis egyre kevesebben mernek kimenni a lakásukból, mert félnek a toborzók kegyetlen fellépésétől. A kelet-ukrajnai Harkiv 1,5 milliós lakosságával Ukrajna második legnagyobb városa. Általában tele van emberekkel, az utakon pedig mindennaposak a dugók. A sokak által jogfosztónak tartott új ukrán mozgósítási törvény szombati életbelépésével azonban Harkiv is kiürült. A legtöbb férfi ugyanis a toborzóktól tartva nem mer kimenni az utcákra. Reggel 9 óra 40 perc van, és felkerekedtem, hogy megnézzem, mennyire üresek az utcák Harkivban. Folyamatosan bemondom, hogy hány óra van, hogy elhiggyék nekem, hogy most filmezek. A milliós nagyvárosban senki sincs az utcán, a dugó pedig maximum 4 autóból áll, mondta a felvételeket készítő nő. Hasonló a helyzet a dél-ukrajnai Odessa népszerű strandján, a Csajkán is. Egy férfi sincs a parton és a sétányon, mert félnek a mozgósítástól, állítja a videót készítő férfi. Ukrajnában ezentúl minden hat köteles korú férfinak 60 napja van arra, hogy önként jelentkezzen a toborzó irodákban és frissítse az adatait. Ellenkező esetben a bírság akár 250 ezer forintnyi hrivnya is lehet, amelyet automatikusan levonnak a bankszámlájáról. Ungvár utcái is üresebbek lettek. Az elmúlt 2 évben a 200 ezresre felduzzasztott kárpátaljai megyeszékhelyen jóval kevesebben vannak, mint máskor. Szombattól a férfiak számára kötelező a katonakönyv megléte. Arra a hat kötelesre pedig, aki mégis kimegy a lakásából, nagy eséllyel lecsapnak a hat kiegészítők. Ez történt ezzel a férfival is, akit vasárnap tuszkoltak egy mikrobuszba Ungváron. A kárpátaljai kényszersorozásról egyre több felvétel lát napvilágot. Az egyiken például az látható, ahogy egy munkácsi édesanya veri a helyi hat kiegészítő parancsnokság ajtaját, miközben azt kiabálja. Elraboltátok a súlyos beteg, rákos fiamat. Engedjétek ki azonnal. Miért nem ti vagytok a fronton? Korrupt toborzók vagytok, akik 5000 dollárt kértek minden egyes elrabolt férfiért. Ukrajnában a katonai behívót rendszeresen elkerülők ellen ezentúl bűnvádi eljárást is indíthatnak a hatóságok, amelyet 3-5 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetés is követhet. Aki pedig sokat szorra sem fizeti be a toborzók által kiszabott bírságot, azt vagyon és ingatlan elkobzással is sújthatják. Magyar Péter jelöltje több szálon is kötődik a háborúpárti soros hálózathoz. Ezt írta a Magyar Nemzet a Magyar Péter EP listájának 2. helyén álló Dávid Dóráról. A lap feltárta, hogy korábban olyan szervezeteknél dolgozott, amelyek kapcsolatban álltak soros szervezetekkel. Magyar Péter azt bizonygatja, hogy nem háborúpárti. A kormánypártok szerint azonban a háborúpárti Soros György kampánygépezet áll mögötte. 5.-6. világháború, nem lehet pontosan tudni. Magyar Péter fórumain rendszeresen azt hangoztatja, hogy sem ő, sem pedig a többi baloldali politikus nem háborúpárti. Ezt azzal nyomatékosította, hogy szombaton a közösségi oldalán a kormánypártok Stop háború plakátja előtt pózolva, a vele együtt a plakáton szereplő Soros Györgyöt is védelmébe véve feljelentéssel fenyegetőzött. Azt írta, a rágalmazásért jogi lépéseket tesz. Soros György azért került a plakátra, mert a kormány szerint a milliárdos spekuláns a háború folytatását szorgalmazza. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy reagált Magyar Péter fenyegetésére, hogy idézzük, azt, hogy háborúpárti vagy-e vagy sem, nem te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pedig közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter mögött ott van a teljes Soros-féle kampánygépezet, a jelöltjei pedig Soros szervezetek emberei. Hozzátette, a baloldali politikus és jelöltjei világosan elmondták, hogy Magyarország szégyen a békepárti álláspontja miatt, és a békét akaró magyar embereket agymosottnak nevezték. Cégek érdekeit képviseltem. A Magyar Péter EP listájának 2. helyén álló Dávid Dóra bemutatkozó videójában arról beszélt, hogy megállta már a helyét több országban a magánszférában. A Magyar Nemzet most részletezi eddigi karrierjét. Magyar Péter jelöltje több szálon is kötődik a háborúpárti soros hálózathoz. Ezzel a címmel közölt cikket a lap Dávid Dóráról.
Azt írják, 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Ennek a szervezetnek az egyik partnere jelenleg David Pressman amerikai nagykövet ügyvédi irodája. 2014-ben pedig a Soros-féle Open Society Initiative és a szintén Soros által pénzelt Amnesty International is partnere volt. A Magyar Nemzet azt is közölte, hogy Dávid Dóra 2015-ben közel egy éven keresztül a Save the Children nevű civil szervezetnél dolgozott, ami 2016 óta több alkalommal kapott támogatást Soros György egyik alapítványától. Magyar Péter jelöltje Angliában szerezte a jogi diplomáit. A Magyar Nemzet információi szerint jelenleg a Meta, korábbi nevén a Facebook jogtanácsosa. Ennek kapcsán a lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a beosztása több kérdést is felvet. Például azt, hogy a legfontosabb közösségi médium milyen szerepet játszik az európai parlamenti választás kampányában. Az izraeli háború lezárásához a kétállami megoldás az egyetlen út, jelentette ki az Egyesült Államok elnöke. Joe Biden szerint csak egy független palesztin állam létrejöttével garantálható a térség békéje és biztonsága. Az izraeli kormányban nincs egyetértés Gáza jövőjéről. Egyes kormánytagok egy nemzetközi felügyelőbizottságot hoznának létre az övezetben. Benjamin Netanyahu miniszterelnök szerint viszont Izrael nem vonulhat ki Gázából. Ütvefúróval és kőtörő kalapáccsal próbálnak keresztül jutni a törmeléken a gázai mentőcsapatok, miután izraeli rakéta csapódott egy lakóházba a közép-gázai Nusayratban. A palesztin hatóságok szerint a légicsapásban több mint 30-an meghaltak, de sokan vélhetően még a romok alatt lehetnek. Csak én voltam ébren, amikor a rakéta becsapódott. Hallottam, ahogy a gyerekek és a nők segítségért kiáltottak. Próbáltam minél több embert megmenteni, de csak a csapdába esettek felét sikerült, mondta egy palesztin férfi. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a csapással a palesztin rendőrség egyik vezetőbeosztású tagját célozták meg, aki a Hamász katonai szárnyában is szolgált. Közben az izraeli kormányban egyre nagyobbra nő a Gáza jövője körüli vita. Yoav Gallant védelmi miniszter és Herzi Halevi vezérkari főnök után Benny Gantz, a védelmi tárca korábbi vezetője is hangsúlyozta, a háborús kabinetnek ki kell dolgoznia a hosszú távú gázai stratégiáját. Vasárnap a Fehér Ház biztonsági főtanácsadója Jake Sullivan is Jeruzsálembe látogatott, hogy a kétállami megállapodás lehetőségéről tárgyaljon az izraeli vezetőkkel. Benjamin Netanyahu kormányfő továbbra is elfogadhatatlan biztonsági kockázatnak nevezte a független palesztin állam létrejöttét. Az Egyesült Államok vezetése ugyanakkor elkötelezett a kétállami megoldás mellett. Joe Biden elnök vasárnap egy Georgia állambeli főiskolai diplomaoszton beszélt a közel-keleti konfliktus feloldásáról. Az elnök beszédét sok jelenlévő háttalálva hallgatta végig, ezzel fejezve ki a tiltakozásukat, amiért Amerika fegyveresen támogatja Izraelt a háborúban. Itt többről van szó, mint egy tűzszünetről. A kérdés az, hogy mi lesz Gázával a Hamász után. Azon dolgozom, hogy végre létrejöhessen a kétállami megállapodás. Nincs más módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek békében és biztonságban éljenek egymás mellett, mondta Joe Biden. A Gázában dolgozó külföldi orvosok közben arra figyelmeztetnek, hogy a Rafahi offenzíva következtében a térség még működő kórházai is leállni kényszerülnek. Az európai kórház dolgozói közül sokan Rafahi lakosok. A kitelepítési parancs után viszont mindenki elindult északra, így nem tudnak bejárni dolgozni. A kórház egyik pillanatról a másikra a személyzet nélkül maradt, mondta egy Gázában működő amerikai egészségügyi szervezet igazgatója. A Rafahi hadműveletek elindítása után az izraeli hadsereg lezárta a déli humanitárius folyosókat, ezért jelenleg csak az amerikai tengeri szállítmányokkal érkezik élelem és orvosi ellátmány az övezetbe. Palesztin párti aktivisták próbálták megzavarni a George Washington Egyetem diplomaosztóját Washington belvárosában. A George Washington emlékmű lábánál rendezett ünnepség bejáratánál az Izrael ellenes tüntetők alternatív diplomaosztót tartottak, amelyen a palesztin diákok melletti szolidaritást követelték, valamint árulónak minősítették azokat a diáktársaikat, akik részt vettek az egyetemi rendezvényen. Részletek Nárai Balástól. Az egyetem vezetése jó erőre figyelmeztette a tüntetőket arra, hogy bármilyen határozottabb vagy rendbontási jellegű
megnyilvánulás komoly következményekkel jár, így a tüntetők egyfajta alternatív diplomaosztót tartottak a nagy ünnepség mellett, a jól megszokott jelszavakat kiabálva, népirtással vádolva Izraelt, illetve az Egyesült Államokat cinkossággal, bűnrészességgel, és a tüntetők között ott voltak végzős, láthatóan végzős diákok is, akik pedig arról beszéltek, hogy árulónak tartják azokat a diáktársaikat, akik részt vesznek az egyetem diplomaosztóján. Az Európába irányuló illegális migráció és az unió külső határainak védelme a témája a Jó világ harmadik részének. Jó Csaba és tábja három országban forgatott, megszólaltattak politikai vezetőket, civil aktivistákat és illegális bevándorlókat is. Az M1 új külpolitikai háttérműsorát ma este a 7:30-as híradó után láthatják majd. Nuijamánál vagyunk, itt tér véget az Európai Unió, és körülbelül 1,5 kilométerrel arrébb már Oroszország kezdődik. Az epizód első felében Jó Csaba a finn-orosz határ környékét mutatja be, amelyet a finnek lényegében hermetikusan lezártak, ezzel családokat elvágva egymástól. Vannak olyanok, akiknek több száz kilométert kell utazniuk azért, hogy a 10 kilométerre a határ másik oldalán élő rokonaikat meglátogassák. A teljes határzárat a finnek azzal indokolták, hogy hatalmas migrációs nyomás nehezedett rájuk az elmúlt időszakban. Ahogy ők fogalmaztak, volt, amikor naponta 30-40 illegális bevándorló is érkezett az országba. Finnország közel sem szenved el olyan migrációs válságot, mint Magyarország 2015-ben, és azóta is szinte folyamatosan. Mégis egy radikális intézkedést hoztak, teljes határzár. Finnország ennek ellenére nem lett a világ sajtó céltáblája, mint annó Magyarország. Ez itt már a Kanári-szigetek, nekünk európaiaknak ez egy igazi turista paradicsom. Több tízezer afrikainak pedig a reménységet jelenti. Finnország után a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteket mutatja be az M1 külpolitikai háttérműsora. Rengeteg illegális bevándorló ugyanis itt lép be először az unió területére. Tavaly például majdnem 40 ezer migráns ért partot csak a Kanári-szigeteken. A hegytetőn, a rétek és erdők között egy miniváros tárul elénk. Egy migráns város. Ez pedig már Bosznia-Hercegovina, ahová szintén tömegével érkeznek a migránsok a balkáni útvonalon keresztül. Itt egy illegális bevándorló arról beszélt a Jó világ stábjának, hogy ő már bejutott az Európai Unióba, de az Interpol gyilkosságért körözte, ezért el kellett hagynia Németországot. Most egy bosnyák menekültáborban él, ahol teljes ellátást kap, amiért semmit sem kell tennie. A Jó világ harmadik részét a 7:30-as híradó után láthatják az M1-en. Ismét migráns csoportok jelentek meg a szerb fővárosban. A több hónapja tartó fokozott rendőri ellenőrzések miatt Belgrádban eddig nyugalom volt, most azonban ismét sokan érkeznek. A határon észrevétlenül jutnak át az illegális bevándorlók, ezért a vámhivatal éberségre szólította fel a határőröket. Tóth Dianna tudósított. A migránsoknak nagyon változatos módszereik vannak, felvágják a ponyvákat, furfangosan felnyitják a vámszalagokat, vagy felfüggeszkednek az alvázakra, csak azért, hogy átjussanak a határokon. Szerbiában egyébként idén eddig közel 7000 illegális bevándorló érkezett, azonban a fővárosba is érkező új csoportokból arra lehet következtetni, hogy az elkövetkező időszakban erősödni fog a migrációs hullám. Pünköst hétfő van, az egyház ma a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli Ferenc pápa 2018-ban hozott döntésének megfelelően. Monostori László plébániai kormányzó az M1-en arról beszélt, hogy Jézus feltámadás után ekkor indult meg az evangelizáció, és az apostolok elkezdték hirdetni, hogy az élet erősebb a halálnál, a jó pedig legyőzi a gonoszt. Hozzátette, ilyen értelemben a pünköst a remény ünnepe is. Hogyha nyitottak vagyunk a Szentlélek súgásaira, a Szentlélek hívásaira, a Szentlélek noszogatásaira, akkor egy nagyobb harmóniában tudunk élni egymással, és ez ténylegesen el tud vezetni minket a békéhez. Tehát különösen a politikusoknak fontos, hogy tényleg hallgassanak a Szentlélekre, nyissák meg a szívüket, hogy a béke ügyért fáradozzanak, hogy minél kevesebb embernek kelljen meghalnia.
A pünkösdi népszokásokban a tavasz köszöntés népi hagyományi ötvöződnek a keresztény hittel. Erről Berecki Ibolya néprajzkutató beszélt az M1-en. A legismertebb hagyományként a pünkösdi királyválasztást említette, amely a legények viadala, és hozzátette, vannak olyan települések is, ahol ilyenkor templomdíszítéssel ünnepelnek. Pünköstkor a tavasz a teljes erejében van jelen, tehát az a sok zöld, ami körülvesz bennünket, az tulajdonképpen hát nem olyan, mint a pünkösdi királyság, ugye a hagyományban, de egy kiteljesedést is jelent, és ugye itt találkozik megint csak a kereszténység elemeivel azzal, hogy a Szentlélek kiáradása, tehát itt a természet erejét tapasztaljuk meg már, bár még bőven a tavaszban vagyunk. Szent Király Alexandra szerint Karácsony Gergely speciális baloldali gyurcsányista trükkjét még Rodolfo is megirigyelni, ugyanis úgy eltüntette a várospénzét, hogy közben semmi nem épült. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a közösségi oldalán kiemelte, 200 milliárd forint megtakarítás alatt állták át a város kulcsait, de ebből már a semmi nem maradt, és Karácsony elmondása szerint is csőd szélén táncol Budapest. Hozzátette, nem épült egyetlen kilométer villamos vagy metró vonal sem, nem klimatizálták a hármas metrót, kukákat szereltek le, és a BKK járatait is csökkentették. Szent Király Alexandra egy videót is megosztott, amelyben fővárosiak mondják el a véleményüket a jelenlegi főpolgármester munkájáról. Volt olyan, aki a közlekedést és a zöld oszlopokat kritizálta, mások pedig a zöld területek állapotát nehezményezték. Karácsony úr azt mondja, hogy új jövőt akar Budapestnek. Hát a múltat nem csinálta meg, akkor a jövőt hogy csinálja? Kitaláltuk, hogy csak évvégén akarunk karácsony. Megölt az egész város a közlekedés. Meg a zöld oszlopok. Nem ezt közlekedésből. Semmi az ég egyet a világban nem történt. Ez szépen meg lehetett volna oldani. Most is ott a lakótelep környék, a pusztag az minden. Tisztelnék. Aki teheti, innen elmegy. Az a mennyi nem elmegy. Elmennek a fiatalok, és ezért elérekszik a terület. A zöld területeket nem passzálják, derékig meg. Tégügyérő, ki, gaz. Észak felé vonul tovább, a múlt héten 7 halálos áldozatot követelő vihar az Egyesült Államokban, Oklahoma környékén már több tornádó is lecsapott. A múlt héten Amerika déli részén hatalmas károkat okoztak a tornádók és az erős széllökések. A hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a károk helyreállításán, de több százezer háztartásban még mindig nincs áram. Villanyoszlopról villanyoszlopra mászva javították a vezetékeket a szakemberek vasárnap Houstonban. Sok helyen teljesen új vezetékekre volt szükség, máshol a hatalmas faágakat kellett leszedni róluk. A térségben több mint 350 ezer háztartásban még mindig nincs áram a múlt heti vihar után. A tornádó erősségű 160 km/órás szélökések óriási pusztítást végeztek a környéken. Megrongálták az épületeket, és sok fát kidöntöttek. A viharban 7 ember vesztette életét. Az emberek már másnap elkezdtek takarítani, azonban az áramszolgáltatás hiánya miatt csak nehezen haladnak. A legnehezebb helyzetben Harris megye volt, ahol 2 tornádó is kialakult. A régió vezetője a lakosság türelmét kérte a helyreállítással kapcsolatban. Erről a katasztrófáról nem napokig, hanem hetekig fogunk még beszélni. A szerencsésebbeknél talán órákon, napokon belül helyreáll az áramszolgáltatás, de van sok-sok ember, akinél a helyreállítás nem napokba, hanem hetekbe fog telni, fogalmazott a bíró. A környéket ellátó energetikai vállalat közlése szerint mintegy 7000 szakember dolgozik a helyreállításon. A tervek szerint szerdára a fogyasztók 90%-ánál vissza tudják kapcsolni az áramot. Oh my God! A veszély azonban továbbra sem múlt el. Vasárnap Kansasben telefonnal rögzítették az eső érkezését. A vihar észak felé vonult tovább. Oklahoma környékén több tornádó is kialakult. Éjszaka csaknem 45 ezer embernél voltak áramkimaradások. Az előrejelzések szerint a hét közepéig további heves viharokra lehet számítani az ország középső részén. Ez volt a híradó déltől. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sport híradó Környei Bencével.